Kommunikáció szakosnak lenni a Debreceni Egyetemen nem csak a diplomát jelenti, igazi kincs az itt megszerzett tudás. Mégis előfordul, hogy valaki a versenyszférában egy egészen távolinak tűnő területen találja meg a számítását. Ez történt Bújdosó Ágnessel és Hornyák Zoltánnal, akik az egyetem után debreceni multicégekhez kerültek. A mostani munkájuk talán biztosítja a jövőbeli sikereiket. 2005-ben kezdtem el az egyetemet kommunikációs mérettudomány, illetve francia nyelv és irodalom szakom. Ez a döntés, hogy én erre a pályára készültem, hogy erre a pályára léptem, ez eléggé tudatos volt. Én azt gondolom már a gimnázium utolsó éveiben ez megfogalmazódott bennem, és mind a két területben láttam egy olyan lehetőséget, amiről azt gondoltam, hogy ez a jövőben meg tudom találni itt a számításaimat, illetve hogy mindenféle szempontból megfelelő lehet nekem, és jól is fogom magam érezni ezeken a területeken. És az egyetem befejezése után egy doktori ösztöndíjjal megkezdhetem a PhD tanulmányaimat a kommunikációs médiatudományi tanszéken. Amikor én elvégeztem az egyetemet, akkor utána az volt tervben, hogy én Németországban fogom folytatni mind a sportkarrieremet, mind pedig a munkavilágát, úgymond. Voltam is kint Németországban próbajátékon, kerestük a lehetőségeket, hogy mik vannak. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért bármennyire is azt halljuk, hogy Németországban könnyű, azért, ahogy mondani szokták, ott sincsen kolbászból a kerítés, és azért nehéz volt megfelelő lehetőséget mind a munka, mind pedig a sport szempontjából találni. A PhD során oktattam, kutattam, tehát lényegében azokat a tevékenységet folytattam, amiket ilyenkor szoktak, és mellett olyan nyelviskolában is a francia nyelvet tanítottam. Úgyhogy egyaránt benne volt ebben az oktatás, és benne volt a tudomány is ebben a három évben. Aztán ugye ez a PhD-s időszak, ez most szeptemberben véget ért, elvégeztem a tanulmányi részét ennek a programnak. A National Instruments Hungary Kft.-nél kaptam lehetőséget arra, hogy ott is kipróbáljam magam, és megmutassam azt, hogy mit tudok, illetve azt, hogy amit eddig tudtam, azt, hogy tudom egy másik területen, egy másik helyen alkalmazni. Ez nagyon érdekes, és tényleg úgy tűnik, mintha egy egészen más pályáról lenne szó, mert a mostani terület, amin dolgozom, az erősen kötődik a pénzügyhöz, úgymond egy pénzügyes terület. Ez egy olyan csoport, aki alapvetően az NI nemzetközi irodáinak végez különböző pénzügyi tevékenységet. Az egyetem elvégzése után a következő évet azt én úgy töltöttem, hogy edzéseket tartottam gyerekeknek, akik általános iskolások voltak, tehát negyedikesek, és egészen nyolcadikos korosztályig, és közben jártam az edzői tanfolyamra, amit egyébként sikeresen el is végeztem. Gondolom, hogy eleve a kommunikáció szakon az ember az első évek alatt már kap egy olyan szemüveget, amivel utána a világot fogja látni. Amivel minden olyan jelenséget, nem feltétlenül csak média jelenséget, de minden olyan jelenséget, ami most minket jelenleg körülvesz, azt egy olyan elemző szemmel tudja nézni, ami egy idő után automatikussá válik. Tehát van egy olyan szemlélet, egy olyan szemléletmód, egy olyan odafordulás kérdésekhez, helyzetekhez, szituációkhoz, ami valószínűleg nem alapvető mindenkinél, hanem ehhez kell egy ilyen szak, egy ilyen fajta tudományág, amiben az ember elmélyül, és aztán megkapja ezt a képességet. Igaz, hogy nem magyarul beszélünk, hanem németül, de akkor is nagyon-nagyon-nagyon fontos, meg jó ismereteket adott az egyetem abból a szempontból, hogy azért kommunikálni emberekkel, problémákat megoldani itt a mi csoportunkban, ez azért elég fontos, vagy esetleg panaszokat kezelni, ami szintén azért egy bizonyos kommunikációs készségnek lenni kell hozzá, hogy ezt az ember így tudja csinálni, és tényleg ebből a szempontból is hasznosak voltak az egyetemen eltöltött évek.